Hatalmas villámokkal és szinte folyamatos mennydörgéssel érkezett meg a vihar Zala megye déli részére. Ezeken a fotókon jól látszik, hogy miként alakult ki a hatalmas szupercella, amely Nagykanizsa fölé érkezett. A környéken pillanatok alatt sötét lett, a szélben többfelé ágak szakadtak az útra. A legnagyobb kárt Letenyén okozta az időjárás, ahol a város szélét borította be sáros áral a vihar. Nem tudok bemenni, olyan nagy a víz, hogy nem tudok bemenni. Vincéjék házának alsó szintjét 10 perc alatt öntötte el a sár. A garázsokban mind a három autó vízbe, tiszta iszap, az autó az ülésig, minden autó, mind a három az ülésig iszapba áll bent a garázsba. A férjemnek a motorja, mert ő rokkant és rokkant kocsija van neki, az is, a tyúkok elfulladtak bent az olvak, úgyhogy. Szóval, meg hát oda veszett minden termény. Ezeket a videókat készítették a helyiek a vihar közben. Azt mondták, hogy pillanatok alatt mindent elöntött a sáros víz. 30-40 centi víz alatt volt minden. Az összes veteménytől kezdve minden. A földpince tele van, minden egyszerűen. A víz a város mögötti szántóföldről hozta le a sarat. Az itt élők szerint azóta vannak ilyen gondok, amióta a vízzel vezető árkokat beszántották a földeken. Most ráadásul szerintük permetezés után nem sokkal érkezett az ár. De a melléképületbe, meg a pincébe, meg a kertet elárasztotta, és iszap, és habos, szóval biztos, hogy vegyszeres víz ismét. A 7-es főút városba vezető szakaszát is elöntötte a sár. A helyiek azt mondták, hogy a vihar után órákig jártak az autók a csúszós sárban. A katasztrófa védőknek azonban nem csak itt akadt dolguk. Zala megyében nagy mennyiségű csapadék miatt a régi 7-es számú főútra földet hordott az eső, ezt kellett eltávolítani a közútkezelő szakembereinek és a tűzoltóknak. Emellett a másik gócpontja a viharkároknak a főváros agglomerációja volt, jellemzően leszakadó fágak miatt, vagy pedig az összegyűjt nagy mennyiségű csapadékvizet kellett eltávolítani a kollégáimnak. A viharok miatt a nyugati megyék kivételével az egész országra kiterjedő figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Az ivatarok mellett több helyen viharos szélre és jégesőre is számítani kell.